közben megjelenteket a testnevelő tanári osztatlan képzésünk tájékoztatóján, és szeretnék bemutatkozni, mert önökkel még nem találkoztam, Pataki Névbőste Júli vagyok az ESI-nek a képviseletében, és majd még kolléganőmet, Kovács Katalint fogom hozzá bemutatni, aki majd közben a köztes részét tartja, és én a végén meg mint én fogom beszélni ezzel a felállással. Osztottuk fel a mai munkánkat, és bele is kezdünk egyből a tájékoztatóba. Tehát ugye itt, aki testnevelő tanárságban gondolkozik, azokra számítunk, és azt lehet tudni erről az ERTE-ről, mint képződményről, ahogy a délelőtt is elhangzott, hogy számos kara van, és ezen belül mindig volt olyan, aki a tanárképzéssel foglalkozott, és ezen belül is olyan, aki már 77-től a kifejezetten a testnevelő tanárképzéssel. Tehát úgy gondolom, hogy rendelkezünk egy múlttal ebben a témakörben. Természetesen a bolognai folyamatok egy kicsit megtörték legalábbis a mi testnevelő tanári képzési szisztémánkat, de az idei évtől igyekszünk visszatérni, és ahogy délelőtt Paplajos tanár úr előadásából hallottam, 33 féle szakpár közül lehet igazából választani. Tehát vélhetőleg elég széles paletta, tehát ha valaki a testnevelés mellett rendelkezik valamilyen érdeklődési területtel, az csak ki tudja választani azt, ami számára fontos lehet, vagy érdekes lehet. A képzésünk még kezdetben tényleg kifejezetten a testnevelő tanára koncentrálódott, közben a 2000-es években, 2000-es évek eleje felé elindult és eltúlódott azért a rekreáció szervezés irányába, aztán bekapcsolódtunk a sportszervező munkába, és az edzői szakunk is néhány éve beindult, és most szeretnénk ugye az osztatlan testnevelő tanárképzésnek a visszahozásával mondhatni azt, hogy szinte teljesíteni a sportos szakoknak a kínálatát az ERTE kötelékén belül. Ugye az egy nagyon fontos kérdés, hát testnevelő tanárnak, hogyha kinyitjuk a felvételi irodán, vagy felvételi honlapot, több helyen is látunk olyat, hogy itt testnevelő tanár lehet, de miért az ERTE-t választanánk? Hát ugye, amit említettem, nagyon sok szakpárral megtalálható a tehát nagyon sok szakpárral kínáljuk ezt a testnevelő tanárképzést, amelyek között vannak kifejezetten ugye természettudományos témakörök. Ugye a 33-nak nem tudom felsorolni, de ugye biológia, földrajz, kémia, fizika és így tovább. De megfelelően ugye a társadalom tudományoknak, más tudományok irányába is, akár különböző nyelvszakok, tehát a nyelveknek elég hosszú tárháza megfigyelhető az ERTE kínálatában. Ugye. És ha már ebben gondolkodnak, és nagyon sokan ugye abban gondolkoznak, hogy lehet, hogy nem Magyarországon képzelik el a pályafutásukat, akkor egy idegen nyelv tudása egy valamilyen szakmával, ami például ugye a testnevelést és a sporttudományt képviselheti, az egy elég hasznos dolog tud lenni. De tehát ugye ez az elég érdeklődésnek megfelelő lehetőséget tudunk kínálni. Emellett biztos hallották, hogy nem csak kötelező tárgyak vannak az egyetemeken, hanem vannak bizonyos szabadon felvehető kreditek is, és itt viszont nagyon nagy kínálatot tudunk nyújtani, szintén az ERTE teljes kínálatából, hiszen hogyha valaki nem egy következő sportágat szeretne felvenni szabadon választhatóként, mert azt is megteheti, tehát semmi gond, de hogyha azt mondja, hogy őt a kínai filozófia érdekli, akkor ebben az irányba is el tud menni, és bele tud hallgatni ilyen területekbe. Mindenképpen úgy gondoljuk, hát a tanárunk már emlegette délelőtt a minden, ami ember jelszavunkat a karról, tehát valójában olyan dolgokkal tölthetik meg az idejüket, ami azzal foglalkozik, hogy az embereket hogyan formáljuk, mind testi, mind lelki, mind pszichés, mindenféle területen.
és egy nagy közösség, az ELTE-nek a közösségének a tagja lehet az, aki bekerül hozzánk, így eléggé sokrétű tudásra, ismeretre tehet szert. Még további kérdésben, hogy miért is az ELTE? Úgy gondoljuk, hogy azon kívül, ha valaki nem nyelvszakot választ, hanem azt mondjuk, hogy a testnevelés biológia szakos tanár szeretne lenni, tök jó, de akkor ebben az esetben is van lehetősége, hogyha például akkor is, hogyha megvan neki a nyelvismerete, és azt mondja, hogy szeretném továbbfejleszteni a tudásomat, és akár papírra törekszem, akár csak arra, hogy valami használható tudásra, akkor tudom nyelvet tanulni, mert ilyen kínálat is van, de akinek ugye éppen még nincs meg a nyelvvizsgája, mert ugye még nem kötelező, ugye, tehát még mégsem, de szeretné, hogy minél hamarabb megtörténjen, és tényleg ez alatt az itt töltött 5 év alatt meg szeretné szerezni, akkor nyugodtan van erre lehetőség, hogy itt bekapcsolódik egy nyelvvizsgára való felkészülés folyamatába. Amit szeretnék kiemelni, persze ez megfelelően, tehát magas szintű sportolókra vonatkozik az egyéni tanulmányi rend lehetősége, amely ugye könnyítést jelent ahhoz, hogy edzőtáborba ki tudjon menni az ember, és akkor több hiányzási lehetőséget, vagy más módúra teljesítést tudunk biztosítani azok számára, akik ilyen dologban érintettek, illetve ugye ezeket azok is igénybe vehetik a kivételes tanulmányi rendet, akik kifejezetten ugye külföldi résztanulmányokat, például Erasmus programon, vagy most ugye a Campus Mundi is nagyon divatos, azon fognak részt venni. Ehhez kötődik szintén, hogy számos külföldi egyetemmel, ahol kifejezetten testnevelő tanárképzés is van, állunk kapcsolatban, tehát ilyen Erasmusos kapcsolatban, ami ugye rész, tehát egy fél éves külföldi tanulmányi lehetőséget biztosít a hallgatók számára, illetve van, aki tovább marad, de ugye különböző hosszban ezt lehet csinálni. És akiben nem csak az a vágy él, hogy szeretne embereket testnevelő tanárként majd az egészséges életmódra, a sport szeretetére tanítani, hanem az is, hogy talán tudományosabb módon is, vagy nagyon tudományos módon szeretne mérni, megismerni, kutatásban részt venni. Erre is van lehetőség. Számos ugye az oktatók kutatási projektjeibe is be lehet kapcsolódni, de természetesen megfelelő ambícióval rendelkezve, ugye olyan saját minket érdeklő témában is mi tudunk kutatást kezdeményezni, ugye a kereső maguknak mentortanárt, és ha természetesen besegítünk mi, hogy mentortanárt találjanak maguknak, hogy a saját ötletünk vagy kutatási kérdéseik megválaszolását tudományos módon tudják megtenni. És akkor nézzük tovább, hogy a miért az ELTE kérdés. Mi minden sportszakunkat azért, és most a testnevelő tanárról beszélek, tehát a testnevelő tanári szakot is úgy közelítjük meg, hogy mindenképpen természetesen szól arról, hogy különböző sportágbeli mozgásformákban is jártasságot, illetve azoknak az oktatásmódszertanában nagy jártasságot szerezzenek, minél jobban ismerjék meg az adott korosztálynak az életkori sajátosságai, biológiai szempontból, pszichológiai szempontból, de az egész embert el tudják helyezni társadalom tudományi összefüggésben, nevelési kérdésekben, tehát azért, mert komplexen tekintünk a, úgy gondoljuk, hogy a testnevelő tanári szak is egy komplex megismerést és vezetést, meg szervezést is igénylő dolog, hiszen ha kikerülnek egy iskolába, önöknek meg kell szervezni egy bajnokságot, vagy önöknek kell majd elvinni különböző helyekre a gyerekeket, tehát számos dologra fel kell készülni, és mi igyekszünk ugye a képzés során ezeknek a területeknek a végrehajtására, hogy jó űzésére felkészíteni önöket. Tehát mindenképpen
sok irányú képzést igyekszünk nyújtani, és olyan példákat hozni, és olyan példákra tanítani, vagy önökből interaktív módon ezt kihozni, amelyek minél modernebb megközelítést adnak. Tehát tudjuk, hogy valahogy akár 10-20, akár hány évvel ezelőtt egy testnevelés óra hogyan működött, nagyon sok helyen, talán most is csak hasonlóképpen működik, de hogy ennek vannak modern változatai is, és hogy a modern akár eszközöket is be lehet vinni a testnevelésbe, vagy a testi fejlesztésbe, és ezekről legyen ismeretük és legyen gyakorlatuk ebben. Ennek egy picit része akár az is, hogy minden testnevelő tanárt végzett, vagy testnevelő tanár szakra jelentkező diákkal is például egy komplex terhelés élettani laboros kurzust végrehajtunk, hiszen ugye ebből nagyon sok ott voltak a mintaórán, nem néhány, nem emlékszem az arcukra, de közben akkor lehet, hogy kimentek a két előadás között. Nagyon sok olyan élettani mutató van, amit jó, hogyha valamilyen módon ugye meg tudunk mutatni a gyerekeknek is, hogy tudja, hogy miért kell valamit fejleszteni, az mit jelent, hogyan tudom az egészségemet támogatni ebből abból a témában, és amit általában nem annyira szoktak tudni, de talán itt van a helye, hogy hangsúlyozunk, hogy ugye, aki testnevelő tanár lesz, az gyakorlatilag ugye pont azért, mert a mindenféle motoros képességek fejlesztésében is nagy jártasságot szerez, tehát így akár egy edzőteremben is, tehát akinek nem a gyermekek a szíve vágyai, hogy azokkal foglalkozzon, akár egy edzőteremben is elhelyezkedhet, és ott már bőven van szükség ezekre a tudásokra minden nap, de természetesen máskor is lehet ezeket használni. Továbbá mi nagyon fontosnak gondoljuk és tartjuk hangsúlyozni, azért is jó, hogy ilyen sokféle sportszakot kínál a mi intézetünk, az Egészségfejlesztés Sporttudományi Intézet itt az ELTÉ-n belül, mert nagyon sok azért olyan kurzus van, ami megfeleltethető egy másik sportszak kurzusának. Hogyha most csak példának okáért önök úgy gondolják, hogy amelyek ugye testnevelő tanárok lesznek, de tudják, hogy a kosárlabdázásban mondjuk nagyon jártasak, és szeretnék közben megszerezni a kosárlabda edzői képesítést is, akkor olyan szinten van nálunk lehetőség, hogy nagyon sok tárgyalnak a teljesítését nem kérjük akkor újra önöktől, akár legyen ez egy edzéselmélet, egy anatómia, egy élettan, egy sportpedagógia, meg még azért elég sokat fel tudunk ebből sorolni. Természetesen újra jelentkezni kell, tehát jelentkezik el, csinálja a testnevelő tanári szakot, és a közepén eszébe jut valamelyik másik sportszakunk, akkor ha arra jelentkezik, akkor ugye nagyon sok mindent elfogadunk, és már csak a maradék krediteket kell ezt elvégezni, és vélhetően azért, ahogy én ismerem az időbeosztást, nagyjából akár beleférhet az, hogy az 5 év alatt, lehet, hogy nem 5 év lett belőle 6, de a 6 év alatt egy testnevelő tanári diploma mellett, még akár egy edzői diplomát is meg tud szerezni, vagy másik sportszakos diplomát. Tehát, hogy ez talán fontos lehet, illetve mi azt szeretnénk, hogy nálunk ugye ez nappali képzés, de hogyha van ugye a képzési helyszínénk, a szombathelyi képzési helyszín és a pesti között van átjárási lehetőség. Tehát mindenképpen egy nagy csapatnak a tagja lesz az, aki bekerül, és ha szeretne, csak ezen az egy vonalon maradhat testnevelő tanár, de hogyha szeretne, maradhat a vonalon, de közben még ki is tud lépni belőle, vagy ebből, hogyha mégis úgy látja, hogy ez nem annyira az ő pályája, leágazva, mégse olyan hosszú idő alatt el tud végezni egy másik sportszakot, hogyha így hozza az élet, vagy így hozza a gondolata. Most jösszem, most még én vagy. Ezt még elmondom, jó? Egy ilyen papíros dolog. Ugye az első és legfontosabb, ugye a felvételi honlapon, a felvi.hu-n kell minden jelentkezést megtenni. Itt
két fontos papírra, ezen az oldalon egy, aztán a másikon még egyre hívjuk fel a figyelmet. Ez a bizonyos egészségügyi lap, amit a rekreáció esetében is említésre került, fel kell tölteni az egészségügyi igazolás típusú dokumentumok közé a felvi.hu-ra, határidő adott. Aki ezt elmulasztja, az sajnos semmilyen sportszakra nem vehető fel, tehát ezért ezt meg kell jegyezni. Ugye ez nem jár semmi mással, hanem önmagunkra nyilatkozzuk, hogy egészségesek vagyunk, nem kell az orvoshoz elmenni, semmi, kinyomtatjuk, aláírjuk, beszkenneljük, vagy lefényképezzük és feltöltjük. Tehát ennek ez az első forma. Ami a másik, ami viszont a tanárság miatt fontos, ez az úgynevezett pályaalkalmassági vizsgához kapcsolódó motivációs levél. Mint ahogy tudják, most ugye az ELTE-PPK-n belül vannak, és mi, mint a Sporttudományi Intézet kezeljük és tartjuk az órákat, aki testnevelő tanár lesz a sportórákat, de mint ugye ez az egész nagy tanárképzés része, ezért az ELTE tanárképző központhoz is tartozik, és ezt a bizonyos pályaalkalmassági vizsgát majd május végén, június elején, tehát egy tágabb intervallumban ők fogják tartani, de ahhoz, hogy oda megkapják a behívó levelüket, egy motiváció, miért szeretnék tanár lenni gyakorlatilag, ehhez természetesen, hát azt mondom, hogy ilyen mintákat, meg ilyen ötleteket tudnak nyerni, hogyha a tanárképző központnak a honlapjára felmennek, tehát ez a tanárképző központ, és ott meg lehet nézni, miről is szól egyáltalán ez a pályaalkalmassági vizsga, és milyen motivációs levelet várnak, hogy beküldjünk erre a bizonyos február 15-i határidőre. Ez nem beküldeni, hanem feltölteni kell ugye ezt is a felvi.hu helyszínre. Na, ez a két dolog feltöltésre került, akkor utána lehet, természetesen a pluszpontokról, többletpontokról nem beszélek, mert ugye annak is megfelelő igazolásai, vélhetően ugye leginkább ezekben az időszakokban fel kell tölteni, de ez a kettő nincs feltöltve, akkor nem kerülhetünk be, de ha fel van töltve, akkor jön az, hogy önök behívó levelet fognak kapni egyrészt a tanárképző központtól a pályaalkalmassági elbeszélgetés és motivációs beszélgetésre, másrészt az ESI-nek a létesítményeiben majd megtartott motoros alkalmassági vizsgára, amely valójában két részből áll. Először összességében, tehát egy 200 pontot lehet ezen a motoros alkalmassági vizsgálni. Ez az első része egy biológiai jellegű teszt, ez humán biológia. Valójában azt tessék elképzelni, hát tudják, hogy a középiskolában próbáltak tanítani különböző dolgokat. Nem a hazai fás és fátlajtársulásokra leszünk kíváncsiak, nem a mélytengerek élővilágára, hanem az emberi légzés, keringési rendszer, idegrendszer, mozgatószervrendszerben tanult dolgokra, de nem kifejtős kérdéseket teszünk fel, hanem az ábrából hív, hogy A, B, C, vagy hol helyezkedik el valamely szerv, és akkor össze kell kötni, igen, nem, tehát hogy eléggé tisztán el lehet talán dönteni, de majd kiderül természetesen a felkészültségnek megfelelően, hogy mik a jó válaszok, tehát azért erre készülni kell, humán biológiai ismereteket a középiskolából fel kell eleveníteni. Tehát ez azért fontos, mert úgy nevez, azt mondom, hogy ez a beugró olyan szinten, hogy oda jönnek majd hozzánk, és akinek ez nem sikerül legalább 50%-ra, az már nem húzhatja fel a sportcipőjét. Mert nézzük meg, hogy tud futni vagy ugrani, de ha elérte rajta az 50%-ot, akkor irány a sportpálya, és megnézzük, hogy hogyan is megy, hogyan tud mozogni. Ami viszont fontos, hogy ott sem a minimumot próbálják, és ugye ezt majd itt is hangsúlyozni fogjuk nagyon, hogy igyekezzenek tényleg a tudásuk legjavát adni, mert akkor tudunk minél több pontot adni önöknek. Összesítésben ebből a 200 pontból legalább 100-at el kell érni ahhoz, hogy bekerüljenek, és akkor most próbálj átadni a szót.
mit jelent az, hogy motoros vizsga és motoros felvételi, erről fogunk párszor mondani. De mielőtt azt várná bárki is, hogy elmondjuk pontosan, hogy mennyit kell ugrani, milyen messze kell dobni és így tovább, ezek megtalálhatók fent a honlapon, és bármely intézményben jelentkeznek itt Magyarországon, ahol testnevelő tanárképzés van, ugyanazok a feltételek, ugyanazok az elvárások és kritériumok szerepelnek mindenhol. Tehát ha egyszer fölkészültem valahova, egyszer fölkészültem tesiből, akkor utána már nem érdemes azon variálni, hogy hova menjek el, inkább az egyetemek között lenne érdemes. Az időpont, amikor ennek a felvételi, ez a felvételi fog zajlani, az május 21-22. Aki valóban gondolkodik abban, komolyan gondolja, akkor mostantól így lehet egy edzésnaptárt, vagy akár egy felkészülési programot tervezni, hogy a csúcsidőt azt mind a két napra, tehát ez nem egy nap lesz, hogy vagy, hanem valószínűleg két napos lesz, mert elég összetett ez a motoros vizsga. Ahogy látjuk, sportjátékok, atlétika, torna, úszás, küzdősportok. Mindegyikből meg kell mérettetni magunkat, nincsen választási lehetőség, egy-egy sportágban esetleg a sportágok között van választási lehetőség, de illetve pontokat hogyan lehet kapni. Ezen azért végig megyünk, mert hogyha ezt az edzésnaptárt, vagy ezt a felkészülési programot össze szeretnénk állítani, akkor azért ahhoz nagyon pontosan terveznünk kell, hogy mit is szeretnénk csinálni. A sportjátékoknál 5 lehetőségünk van, azonban csak 4-et kell teljesíteni. Mindenki szíve és joga szerint dönthet, hogy melyik az a 4 sportág, illetve melyik az az 1, amelyiket kihagyja. Nem lehet ezen különösebben veszteni, mert mindegyik sportjátéknál 15 pontot lehet elérni. Mindenhol vannak úgynevezett párokban, amit a nagyon-nagyon nehéz, és ami morgásra szokott adni, hogy vannak olyan gyakorlatok, akik valaki mással idegennel együtt kell elvégezni. Tudom, hogy ezt nehéz elhinni, de higgyék el, hogy olyan szakemberek ülnek minden egyes vizsgabizottságban, akik pontosan fel tudják mérni, hogy annak ellenére, hogy a társ nem tudta nekem passzolni a labdát, nem tudta föladni, visszajátszani, bármit is mondhatok, ettől ők nagyon objektívan el fogják tudni dönteni, hogy az önök tudása az megfelele. Úgy vannak felépítve ezek a játékok, hogy minden sportjátéknál kell tudni egy-egy technikai elemet. Tehát a technikai elemeknek a végrehajtása az azért nagyon fontos. Ahhoz képest, hogy ugyebár vegyük föl ki a röplabdázást, emeljük ki a röplabdázást, mint egy példa, a kosárérintésnél meg tudja a vizsgabizottság tagjai, meg tudják mondani, hogy ez a fránya csukló, az rámegye a labdára, vagy szépen visszafeszítve marad. Újak össze vannak zárva, vagy pedig egy nevezett valóban kosárformát alkotnak. Ezeket a technikai elemeket nagyon érdemes végigolvasni testnevelő tanára, felkészítő tanára, végigbeszélni, és szépen begyakorolni, mert ott nagyon erősen tud a ceruza azért jó irányba fogni, annak ellenére, hogy a társ vagy a nem társ. Hogy melyiket választják ki? Hát, ezt így azért nehéz. Azt szoktam mondani, hogy aki lábbal még sohasem ért labdához, nem most kezdje a felkészülési időszakban. Viszont például, aki teniszezni még nem teniszezett, de fallabdázott, annak nagyon javaslom a teniszt, mert nem sokat kell ott azért már gyakorolni, javítani. Egy-két alapmozdulatot, alapszabály, de biztonsággal fogja tudni kezelni a teniszütőt is, és a teniszlabdát is biztonsággal fogja tudni eltalálni. Szerintem mindenkinek megvannak a kedvenc sportágai, általában 4-ből azért 3 az kedvenc szokott lenni, és akkor van egy negyedik, ami gyengébben hat, de ez még mindig nem jelent kizáró okot. Ezután jön az atlétika. Na most az atlétikánál, ahogy mondtam korábban, nincsenek méterek idő. Viszont ezek úgy vannak kialakítva, azt az egyet nagy biztonsággal elmondhatom, hogyha valaki testnevelő tanára szánja magát, és szeretné ezt a 2000 méteres futás távolságot jó időben megteljesíteni, nem biztos, hogy mindig minden nap nekem el kell menni és 2000 métereket futni. Lehet, hogy az is elég, hogy minden nap ezentúl elfelejtem a liftet, és csak egyszerűen lépcsőn járok föl, vagy lefelé is kettesével szedem azokat a lépcsőket. A sülöklésnél és a gerelyhajításnál, vagy az azt jelenti, illetve távolugrás vagy magasugrás, hogy megint lehet választani. Egy alapfelmérés után, amikor a tanárra, a szakemberre, aki segíti a felkészítést,
ő ránéz egy távolugrásra, egy magasugrásra, illetve ugyanez látható a súlylökésnél és a gerelyhajításnál, és már a mozdulat végrehajtásából pontosan meg tudja mondani, hogy melyik az, amelyiket javasolja, melyik áll annyira közel hozzá, melyik áll önökhöz közelebb, és melyik az, amelyiket könnyű lesz teljesíteni. Hogy ez miért nem olyan nehéz? Egy magasugrásnál például, hogyha van egy kosarasunk, és egy picikét visszamegyünk a sportjátékokhoz, nagyon hasonló mozgásokra épülnek ezek az atlétikai. Magyarán az atlétika a sportágak királya. Azért, mert aki az atlétikai mozgásokat tudja, annak már könnyű lesz teljesíteni a sportjátékokat, illetve a tornában is nagyon sok minden. Aki kosaras, annál a fölfelé elrugaszkodás nagyon-nagyon gyakori, így valószínűleg, hogy a magasugrást fogja választani. Aki kézilabdás, valószínűleg, hogy egy gerelyhajtás nem fog neki gondot okozni. Ott még meg kell tanítani a gerelynek a tartását, de már magát azt a dobomozdulatot, hajtómozdulatot, az ott van a kezeiben. Nagyon sok az összefüggés. Tehát itt egy 100 méteres futásnál lehet, hogy aki már tudja szedni a lábait, mert a sportjátékokban, labdarúgban bármilyen gyorsítása megvan, még egy térdelő rajtot azt el kell sajátítania, de utána a futótechnikája már megvan ahhoz, hogy könnyedén, tényleg azt tudom mondani, hogy könnyedén tudja teljesíteni a szinteket, mert már a futótechnikája megvan, egy jó rajta, amit a következő időben begyakorol. Az atlétikán kívül vannak még a torna elemek. Azért itt már tudok annyira buzítani mindenkit, hogy nem kell tornaterembe menni, nem kell fölmenni a szerekre, hogy elég az, hogyha csak a lépcsőn fölfutunk. Nem, itt valóban szakemberek segítségét kell kérni. Viszont úgy vannak összeállítva kötelező gyakorlatok. Nem szabadon választható gyakorlatok vannak. A 64 ütemű gimnasztikát is kívülről meg kell tanulni, egymás után az elemeket egy szép tartással, feszes tartással. Nem azt mondjuk, hogy a lábemelésnél ide a fül mögé föl kell emelni a lábat, de ha azt a lábat megemeltük, akkor az egy nyújtott térdes lábemelés legyen. Viszont ezt a gimnasztikai gyakorlatsort meg kell tanulni, elakadás nélkül folyamatosan kell tudni végrehajtani. A nőknél a szekrényugrás az egy guggoló átugrás keresztbe fordított ötrészes szekrényen. Tehát a ló az most egy szekrény lesz, és ötrészes szekrény. Felemás korlátnál természetesen fönt, alsó korláton és felső korláton is kell egy-két elemet bemutatni ezeknek az összekötésére, míg a gerendel és a talajnál is. Nem magasabb az elvárás, mint egy középiskolai talaja. Tehát azt merem bátran mondani, hogy valóban gyakorlást igénye a szereken a dolog, de ha valakinek szerencsés volt, és volt egy jó testnevelő tanára, akkor azokat az elemeket, amikből összefüggő gyakorlatok állnak, azokat szépen megtanulhatta, most már csak az összekötésen kell gondolkodni. Minden szeren kötelezően előírt gyakorlatok vannak, és minden szeren be kell mutatni a gyakorlatokat, nincs olyan választás lehetőség, mint a sportjátékoknál. Itt azért egy kicsit lehet, hogy komolyabban kell felkészülni. A férfiaknál ugye azért azt tudjuk, hogy a tornában 6 szer van, azonban itt a felvételinél csak 4 jelenik meg, nem adatott meg az a szerencse, és ezt megint szeretném hangsúlyozni, hogy bárhova mennek, bármelyik intézményben nincsen választási lehetőség. Tehát mindenkinek talajt, szekrényugrást, gyűrűt és korlátot kell bemutatni, míg a másik kettő nem jelenik meg, tehát például a ló sem jelenik meg, annak ellenére, hogy a ló, azt tudjuk, egy sikeres magyar sportág, magyar szer a férfi tornászoknál. A szekrényugrás annyiban különbözik a nőktől, hogy itt most nem keresztben fordítottam volna a guggoló átugrás, hanem hosszában, tehát itt egy távolságra is törekedni kell. Illetve a kötélnél nem mászni kell, hanem függeszkedni kell, ami azt jelenti, hogy lábat nem lehet használni. Be kell gyakorolni azt, hogy ülésből hogyan tudjuk elindítani ezt a gyakorlatot, mert az elején még elfogaszkodni sem tudunk lábról. Aki eddig testnevelés órán úgy oldotta esetleg meg ezt a függeszkedést, illetve kötélmászást, hogy ott az elején egy jó nagyot ugrott, és akkor egyből a kötél felé szinte már föl is jutott egy magas tartásban, akkor most javaslom, hogy ezt azért, hogy ülésből nem véletlenül nem vettük
ki. Az ülésből gyakorolja, mert ott valóban karizom és a felső törzsizmok szükségesek ahhoz, hogy el tudjuk indítani ezt a függeszkedést. Ha közben természetesen bármi kérdés van, akkor nyugodtan, de a végére is hagyunk még időt. A mindenszer be kell mutatni. Az úszás az izgalmas. Izgalmasabb, mint a torna, mert amíg a tornánál kötelezően előírt gyakorlatok vannak és módosítási lehetőség nincs, itt azért egy választási lehetőség van. Hány pontot akarunk gyűjteni? Amit itt én most nagyon komolyan szeretnék javasolni, nem lehet megsporolni, illetve azok tudják csak megsporolni az úszás gyakorlást, akiknek azért már nagyon jó vízbiztonságuk van, rendszeresen jártak úszni, szeretik is a vizet, és nem okoz nekik gondot minimum három úszás nemben azt a 200 métert leúszni. Azonban, akinek ez nem megy könnyedén, tehát el kell menni az úszodában. Az első hetek, most itt a felkészülési időszakban, az lehet, hogy egy kicsit olyan nehezebb lesz, fárasztóbb lesz, de javaslom, hogy azért az 5 pont és a 25 pont között nagyon-nagyon különbség. A 20 pont a ráfordított időtartalmában azért nagyon-nagyon kevés. Egyszer már elmentünk egy úszodába, átöltöztünk, akkor inkább 10-15 percig maradjunk tovább, hogy ez a 200 méter összejöjjön, és nem csak a 100 méter jöjjön össze. Nagyon bízunk benne, hogy most már azért a testnevelés oktatása olyan, hogy mindenhol ugye kötelező elmenni az úszodába, tehát ez be van építve az úszás oktatása, tehát kötelező testnevelés órák keretében. Legtöbb iskolában ezt még a középiskolában is megpróbálják biztosítani a tanulók számára. Tehát, hogyha pozitívan gondolkodunk, akkor reményeink szerint ez az úszás ez nem kihívás. És ha van még gyakorlási lehetőség is a közelben, ha már egyszer eljutottunk az úszodába, akkor nagyon fontosnak tartom, hogy 10 perccel, 15 perccel meghosszabbítva azt az időtartalmat, nagyon komoly pontokat nyerhetünk a felvételnél. Amihez esetleg érdemes szakember segítségét kérni, azok a szabályos technika, illetve a forduló. A forduló az, hogy ugye gyorsúszásnál, mellúszásnál, hátúszásnál mindenhol másképp kell megérinteni a falat. Van, ahol érinthetünk kézzel, valahol nem is kell kézzel, valahol kötelező kézzel érinteni, valahol nem kell kézzel érinteni. Amikor eldöntöttük, hogy hány pontért megyünk, mert idő nincsen, tehát nem időre kell leúszni, ezt azért elfelejtettem mondani, nem kell időre, ezt csak teljesíteni kell, de nem lesz stopper óra a vizsgabizottság kezére. Kényelmesen, nyugodtan lehet ezeket végrehajtani. Azonban a vizsgabizottság azt igenis nagyon komolyan fogja nézni, hogy egy delfin lábtechnikánál azért ne használjunk például mellúszás kartempóját a technikánál. Most azért nagyon abszurd példákat mondok, de volt erre is példa igazándiból, illetve a fordulóknál is. Megérintette kézzel, nem érintette meg, illetve a szabályos technika. Ezek bárhol az interneten nem titok senki számára, interneten pontosan elérhetők, amikor megvan, hogy a hány pontos, mit szeretnénk teljesíteni, hány úszásnemben szeretnénk, és a különböző úszásnemeknél hogyan alakulnak a fordulók, akkor érdemes utána nézni, és egy szakember véleményét megkérdezni, hogy 5 perc, amíg ránéz és azt mondja, hogy a fordulóidban minden rendben van, illetve itt és itt még arra figyeljél oda, hogy a lábadon is ér hozzá a falhoz és a kirugaszkodással még nagyon-nagyon sokat segíthetsz. Ami miatt itt még érdemes esetleg szakember segítségét kérni, akinek az úszás technikája még nem kialakult, mivel nem időre megyünk, már most próbálok egy kicsit segíteni, a siklási szakaszok azok nagyon jó pihentetési szakaszok. Azaz egy-egy fordulónál az elrugaszkodás után nagyon sokáig csak lehet pihenni és siklani a víz felszínén, amíg összegyűjtjük az erőket, hogy a következő 25 métert le tudjuk úszni. Egy szakember sokat tud abban segíteni, hogy ahelyett, ezt a szakzsargonban szokták mondani és elnézést a kifejezések, de sokan törik a vizet. Annyira akarnak haladni, hogy úgy van, mintha jégben haladnának és elkezdik a vizet törni, ahelyett, hogy csak szépen egy siklással, kényelmes, nyugodt tempóval teljesítenék a távot. Tehát, ha valakinek még gondja van az úszással, javaslom, hogy bármelyik úszómester, bármelyik úszodában dolgozó ember szerintem
pár percet szívesen segít, és olyan hasznos tanácsokat tud mondani, amelyek hihetetlen mértékben meg tudják könnyíteni ezeknek a feltételeknek a teljesítését. Küzdősportok, hát ez egy nagyon izgalmas dolog. Itt először is a termeknek a termet kell találni ahhoz, hogy ezeket gyakorolni lehessen. Tatami a judósoknál, de ugyanazt a birkózók használják, magyarázva nagy-nagy szőnyeg területet. Ettől függetlenül, ha nincsen azért a torna, a tesi órákon a tornatermekben is leszoktak tenni több torna szőnyeget, azokon is lehet gyakorolni. Választási lehetőség nincs. Birkózni is kell, és judózni is kell. Ezt vannak olyanok, akik azért nem igazán szeretik a birkózásnál a test közeli fizikai kontaktust. Sajnos ezt most le kell gyűrni, és ezen túl kell tenni mindenkinek magát, mert ahogy látjuk, azt fogják értékelni, hogy ellenállás tanúsítása, küzdés, mennyire áll bele az illető ebbe a birkózásba, mennyire próbálja meg valóban fölülkerekedni a másikon, és mennyire csak oda áll, hogy jó, hát itt is valamilyen pontot kell szerezni. Míg a judó a másik oldalról nincs két ember küzdése. Ott ennek a gurulás, ez egy vállon átgurulás, mondhatjuk azt, hogy bukfenc is, de inkább úgy szokták hívni, hogy vállon átgurulás, és azon a különbség a bukfenc, hívjuk így, hogy bukfenc, és a vállon átgurulás között, hogy a judónál a fejnek nem szabad leírni a talajra. Nem a tigris bukfenc, vállal kell érni. Miért írják azt oda, hogy mindkét oldalra? Mert amikor egyik irányba csináljuk, akkor a jobb váll építkezik először a talajra, illetve a másik váll a baloldali váll. Ezt a kettőt kell begyakorolni mind a két oldalra, mert a leendő testnevelőknek ezt mindig meg kell tanulni, nincs jobbik és ügyesebbik, kevésbé ügyesebbik oldal. Akár labdáról van szó, akár judó gurulásról, mindig minden, mindkét kézzel, mindkét lábbal, mindkét oldalra tudnunk kell csinálni, és már itt a judónál ezt felmérjük, hogy mennyire két oldalú a társaság. Érdekes ez a küzdősport, itt valószínűleg testnevelő tanárok olyan mértékben bőven tudnak segíteni, főleg akik a felkészítéssel foglalkoznak az iskolában, hogy mit, hogyan kell figyelni, és érdemes összeállni különböző méretű, súlyú, osztálytársakkal, barátokkal a birkózás tekintetében, hogy tudjuk azt, hogyha egy nálunk sokkal magasabb, egy nálunk sokkal alacsonyasabb, vagy egy nálunk testesebb társal kerülünk össze a felvételi során, akkor melyek azok az elemek, amelyek nálunk elsődlegesen használhatók, taktikai, támadási módszerek. Egy-kettő ilyen ötletet, hogyha kapunk a tesi tanártól, akkor már szakembernek fogunk föltudni. Izgalmas, érdekes, javaslom mindenkinek. Mikor mondja azt, sajnos vannak azért, nem tagadhatjuk, hogy van olyan, hogy azt kell mondanunk, hogy sajnos a felvételi abszolút nem sikerül, és nem is tudunk tovább menni, nem lehet a pontszámokat, és nem érdemes várni a pont határok kihirdetésére. Az már korábban elhangzott, hogyha a biológia írásbeli, illetve a motoros teszt együttesen nem érje a 100 pontot, akkor onnan ott megáll kell parancsolnunk, és valami más után kell nézni, ez sors a felvételizőnek. Azt is mondtuk már, hogy ha a biológiai írásbeli az 50%-ot önmagában nem éri el a felvételiző, akkor már el sem jöhet a motoros próbára. Tehát legelőször biológia, több mint 50%, remek. Ott már van egy pontszámuk, és akkor tudjuk azt, hogy mennyi az a minimum pontszám, amit nekünk teljesíteni kell ahhoz, hogy a motoros vizsgák után azt mondják, hogy innen nem lehet tovább. Annak ellenére, hogy 100 pont az alsó határ, természetesen mindenkit biztatunk arra, hogy az úszodánál mondtam, hogy érdemes azért a 20 pontért tartani, és így tovább, mert 100 pont az még nem garancia semmire. A 100 pont alatti teljesítés csak annyi, hogy tudjuk, hogy önök az, aki teljesített, ő eleme, nem is számolhatunk hosszabb távon. Hogy itt visszamenjek-e arra, hogy mit jelent az, hogy 0 pontot ért el bármikor, bármiből, akár úszásból, akár birkózásból, akár judóból, akár atlétikából, bármelyik sportági, motoros felmérésből 0 pontot ért el. Ezt nem engedhetik meg maguknak, ha komolyan gondolják azt, hogy szeretnének a testnevelő tanár szakképzésre bekerülni.
Valahol az a sokoldalú mozgáskultúrát kell nekünk legelső körben felmérni. Mindegy, hogy most hosszú távon, mert aki ide bekerül, utána nem csak szárazon fog mozogni, és nem csak vízben. Jégen, biciklin, rolleren, havon, mindenfelé fogjuk vinni a leendő hallgatóinkat. Azaz, azt a fajta minimális mozgáskultúrát kell bebizonyítani, ahhoz, hogy utána biztonsággal tudjuk fölküldeni bárhova, bármilyen területen megjelenni. Ezért nem lehet a nulla pontnál egyik sportágnál sem teljesíteni. Az egyéb kérdések sajnos, hogyha motivációs levél, egészségügyi lapnak a feltöltése az nem történik meg, akkor már behívásra sem kerülnek. Ezek az úgynevezett formai követelmények, amelyet ha nem töltik föl, akkor mi nem tudjuk, hogy önök föl szeretnék volna tölteni, mi úgy értik, hogy nem is jelentkeztek. Tehát nincs kit behívni. Utólagos, pontólagos jelentkezési lehetőségek nincsenek, mivel ezeket központi rendszeren keresztül történnek. Az ELTE is az úgynevezett felvitőt kapja meg, hogy kik azok, akik érdeklődnek az ELTE után, úgy kapjuk meg, és utána a felvitt központi hivatalba kellene elküldeni mindent. Tehát az ELTE nem csinálhat semmit, nem lehet sajnos azt mondani, hogy ja, én komolyan gondoltam, de bocsánat, elnéztem a naptár, bármi történhetett. Nem tud az ELTE semmit sem tenni, mert a felvitt a központi iroda, és onnan kapjuk meg mi is azt, hogy kik a jelentkezők. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy oda mindig minden határidőre érkezzen meg, mert sajnos az ELTE nem tud. Nem azért, mert nem akar. Ez a legfontosabb. Nincs jogában, nincs lehetősége, és nem tudja megtenni azt, hogy azt a fajta online rendszer, ami a felvi felé megy, abba ő belenyúljon. Egyik egyetemnek sincsen. Tehát ez nem az ELTE-ről szól, ezek a felsőoktatási intézményekről szól, ezeket a jogokat és lehetőségeket a központi iroda kivette a kezéből. A vizsgálaton, ha valakiről kiderül az egészségügyi vizsgálaton, hogy bármi olyan betegsége vagy rendellenessége van, amely nem teszi alkalmassá ahhoz, hogy itt az ELTE-n vagy bármely más szakon, bármely más egyetemen a testnevelő tanári szakot elvégezze, akkor ezek természetesen meg sem kezdheti a motoros vizsgálatot. Általános vizsgálatok, itt annyit el kell mondani, hogy aki rendszeresen sportol, annak rendszeresen sportolós vizsgálaton kell részt vennie. Nem több ez a fajta egészségügyi vizsgálat, mint a sportolósi vizsgálat. Segítettem ezzel, tehát mindenki tudja, hogy mit jelent egy sportolós vizsgálat, vagy pedig ez nem tájékoztató. Nagyon gyors személyzeti vizsgálat van, a pulzusmérés, EKG és egy vizeletvizsgálat talán még beletartozik, de a komolyabb átvizsgálásokban, de szerintem ehhez a vizsgálathoz már semmiféle fajta laborvizsgálat nem tartozik bele. Ha kiderül egy nagyon komoly szívrendellenesség, vagy egy olyan komoly gerincdeformitás, itt most nem eszkoliózisra gondolok, vagy egy gerincfeldülésre, annál azért vannak komolyabbak is, akkor ezek azok a lehetőségek, amelyek megakadályozzák azt, hogy a jelentkezők akár elkezdje a motoros vizsgálatokat. Én itt azért akkor visszaadnám Júliának a szót a létesítményekről, hogy milyen lehetőségek lesznek, hol lesz a felvételi. Részben a felvételinek a helyszínei, részben pedig ugye a képzés helyszínei több részre tagozódnak. Itt ugye a Bogdánfi út nagyjából az intézetünknek a központja. A mi irodánkat nem itt a Kazinczy utcában találják meg, ide kifejezetten például a pedagógus leszek című témákba fognak majd eljönni, és a Neveléstudományi Intézetnek az oktatóitól kapnak szakórákat. Mi a Bogdánfi úton tartjuk a központunkat, ahol részben sportpályák, részben elméleti tantermek is találhatók, illetve hogyha az épületünkből az ablakon kinézünk, akkor a Tüske uszoda, illetve a Tüske csarnok az, amely még a képzésünknek a helyszínéül szolgál. Tehát a 11. kerületben vagyunk. A 11. kerületi Mérnök utca is a képzési helyszíneknek a részét szolgálja, szintén sporttermekkel, illetve egy elméleti teremmel. Ott
szerencsére, vagy legalábbis reményeink szerint idei, illetve jövő évbeli fejlesztésekkel még több sportlehetőséget fogunk tudni kínálni. Emellett még amúgy nagyon sok helyen, ott a 11. kerület több pontján rendelkező műfüves pályával, ott a Butánfűtön és a Mérnök utcai területünkön is, és természetesen nagyon sok sportszakmai helyszínünk van, és ahogy említettem, nagyon fontosnak tartjuk a terhelés élettani mutatóknak a megismerését, a jelentésének a tudatosítását, de ezeken kívül nagyon sokszor ugye ezeket különböző pszichológiai tesztekkel is össze szoktuk kötni, tehát a sportélettani méréseket és a pszichológiai méréseket is a sportlaborunk szolgálja, és ilyen kurzuson is részt fognak venni. Ezen kívül még mix amúgy a részeik. Nagyon sokan azt gondolják, hogy igen, hát különböző labdajáték, atlétika, amiket ugye felsoroltunk, hiszen ennek az oktatás módszertanát fogják majd megtanulni, de nagyon sok önök is majd az iskolában, mikor lesznek, hát szervezzen egy rövid kirándulást, egy tábort, tehát az is nagyon a testnevelő tanárnak a kompetenciái közé tartozik, hogy mind a szárazon, a vizen, levegő, az annyira nem, de havon mindenképpen valamilyen biztonsággal el tudjon közlekedni, vagy legalább meg tudja szervezni ezeket a programokat. Éppen ezért ez a három szakmai tábor az a képzésnek a részét képezi, amihez kifejezetten a szakmai programoknak a költségdíjait azt az ELTE állja. Amit lehet még tudni, hogy természetesen itt a hallgatói önkormányzat számos lehetőséget biztosít azok számára, akikben van törekvés. Akár önök is például szeretnének szervezni valamilyen hallgatói csoport számára megmozdulást, legyen a sportos, kulturális, bármilyen, akkor ehhez tudnak támogatást szerezni akarod. De hogyha azt mondják, hogy önök szeretnének valamilyen tudományos kutatásban részt venni, és ehhez szükség van erre, arra, amarra, egy költségvetési terv készítése mellett, ehhez meg tudják kapni a támogatást a hallgatói önkormányzattól. Tehát nagyon sokszor itt azt szoktam mondani, hogy valójában, hogyha szeretnék valamit, meg tudjuk találni akár PPK szinten, akár egyetemi szinten azt a lehetőséget, ami megadja az anyagi, szellemi vagy más támogatást önöknek, hogy kibontakoztathassák azt az érdeklődési körüket, és megtalálják azokat, vagy el tudjanak kezdeni a válaszkeresés irányába menni. Tehát ilyen dolgokat tudunk nyújtani, és tényleg összességében akkor úgy gondolom, hogy tartalmilag a végére értünk annak, hogy a felvételi folyamatában mikkel találkozhatnak, mik az talán a legfontosabb kérdések, de természetesen úgy gondolom, hogy azért nyitott kérdések még vannak az önök fejében is, és ezekre várom ezeket várjuk önöktől, akár olyan szempontból, hogy mikor látnak először gyereket, mert azt például szeretnénk, mi például hangsúlyozunk a képzésen, hogy olyan szempontból, hogy testnevelést fogok tanítani valakinek, majd hivatalosan bizonyos órakeretben már akár az első fél évben is mi hospitálás lehetőséget adunk, és akiben egy picit buzog a tetvágy és már volt, akkor lehet, hogy a második fél évben már foghat is egy néhány fős gyermekcsoportot bemelegítés céljából. De ahhoz, hogy tényleg iskolába és testnevelés órán, az majd a későbbiek során fog bekövetkezni. Attól függ, hogy ugye valaki általános iskolai vagy középiskolai testnevelő tanár szeretne lenni, úgy változik ugye a képzés hossza, ugye a 10, illetve a 12 fél év ez a tanárképzésnek a kétféle hossza, amit önök döntenek el a képzés során, hogy most ezt vagy azt választják. Ami itt talán fontos, hogyha ugye szakpáros képzésről beszélünk. Dönthet úgy, hogyha az egyik, a szakpár egyik feléből a 10 fél éves, a másikból a 12-t választja. Úgyhogy mindkettőből a rövidet, mindkettőből a hosszú. Tehát itt nagyon sok döntési helyzet lesz még a saját képzésük során, ezt szeretném mondani. És
ugye a döntések még közben is alakulhatnak. Ugye mi mondtuk számos dolgot, hogy miért jó az ELTE-n lejönni, úgy gondoljuk, hogy nagyon jó. Ezt lehet, hogy több helyen is meghallgatták, és bejelölnek egy felvételi sorrendet. Ugye többet is bejelölnek, akár vidéki, akár budapesti helyszínek közül. Közben még nyugodtan érlelődhet ez a gondolat, és ugye egyszer lehet a felvi.hu-n belül ezt változtatni. Tehát ugye a júniusi megadott határidői, még ha nem minket jelölnek először, de mégiscsak meggyőzik magukat, meggyőzik egymást, hogy be is lejöjjünk, mert ez egy jó csapat, akkor közben még akár változtatást is tudnak tenni ezzel kapcsolatban. Tehát ezt mindenképpen szerettem volna még hozzátenni, és nagyon sok döntés majd meg kell, hogy szülessen